Ez a nőgyógyászati szűrő nap. 2011-ben fogadta el Székesfehérvár egészségfejlesztési tervét az önkormányzat. Akkor kezdték el városunkban az ingyenes nőgyógyászati szűrőnapok megszervezését. Az elképzelés elérte célját, hiszen egyrészt rengetegen vesznek részt a nyílt napokon, másrészt ezen kívül is megemelkedett a szűrésre járó nők száma, mondta el Östöl Anna Mária, Székesfehérvár egészségügyi és sporttanácsnoka. Nagyon népszerű ez a szűrőnap. Szerintem azért is, mert a belvárosban egy szép épületben a Család és Nővédelmi Központ valóban egy kellemes épület itt a Vágykörúton. Hétvégén, amikor a hölgyek a gyerekeket, a háztartást egy kicsit talán arrébb tudják tenni a munkahelyüket is, úgyhogy mindig teltházas rendezvényekről van szó. Amit ha felszorozunk a három orvosról... Három orvos végzi majd a szűrővizsgálatokat jövő hét szombaton. Ez alkalommal az életük legaktívabb szakasz szában lévő nőket várják, hiszen ők azok, akik a szülések után általában ritkábban járnak nőgyógyászhoz. Most azt a célcsoportot várjuk, akire az a jellemző, hogy rendesen eljár még nőgyógyászhoz, tinédzser korában, utána majd megházasodik, gyerekeket szül, és utána évekre eltűnik a szűrővizsgálatok szeme elől, illetve kiterjesztve ezt addig a korosztályig, amikor 40-50 év környékén meg már esetleg a változások évei következnek, és nagyon sokan ebben az időben sem jönnek el a szükséges vizsgálatra. Tehát összegzően úgy mondanám, hogy most a 25 és 55 év közti korosztálya mi célcsoportunk. A vizsgálatok a Székesfehérvári Család és Nővédelmi Központban lesznek március 9-én szombaton. Bár a szűrések ingyenesek, előre be kell jelentkezni rájuk, legkésőbb március 8-án délutánig.